Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai kulturális magazinunkban. 10 éves a Forgass a Földért filmes játék. A kosárfonást mutatta be Rotler Ádám. A Continental Singers éneket Szekszárdon. Szekszárd város ünnepnapra készül. Jubileumához érkezett a Forgass a Földért filmes játék. 10 esztendő telt el azóta, hogy Kindl Gábor ötletgazda életre hívta a környezettudatosságot népszerűsítő programot, melyhez azóta a világ sok pontján kapcsolódtak fiatalok. A 10. esztendőre a szervezők egy minden eddiginél nagyobb volumenű eseménysorozattal készülnek. Érzem a földet, a szelet, a napot, az állatokat, a növényeket, a vizet. Ez az alkotás és a benevezettek között volt a tavalyi Forgass a Földért versenyen. A program lényege, hogy 24 óra alatt kell bármilyen eszközzel filmet készíteni a környezetvédelem témájában. Az elmúlt 10 esztendőben világméretűvé fejlődött a játék, a tavalyi hirdetésre Indiától az Egyesült Államokig a föld számos pontján talált fülekre a kezdeményezés. Ez is azt mutatja, a fiatalok értik a környezettudatosság fontosságát, és szívesen foglalkoznak a népszerűsítésével a filmeszközén keresztül. Jirzsi Mencel, Szabó István, Makkáról, Jancsó Miklós, csak néhány név a szakmából, azok közül, akik az elmúlt 10 esztendőben a játék mögé álltak. Most pedig, hogy a jubileumi évhez érkeztünk, a szervezők arra törekszenek, hogy minden eddiginél nagyobb volumenű programsorozattal ünnepeljenek. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy még népszerűbbé váljon, mondjuk így, hogy világszerte maga a játék, és az idei év ugye pontosan a 10. jubileumi játékra való ráhangolódás miatt, mert ugye 2013-ban volt az első olyan témájú játék, ami a környezettudatosságra való neveléssel vagy ezzel foglalkozik, és ezért gondoltuk azt, hogy itt az ideje, hogy megint lépjünk egy nagyobbat, vagy még nagyobbat a dologba, ezért aztán októberben New Yorkban lesz egy bemutatója a játéknak, és az eddig a 10 évben elkészült filmeknek. Igyekszünk azt is jóra, tehát hogy legyen értelme. Tavasszal volt egy bemutató Los Angelesbe a filmeknek, és ennek hatására nagyon szép számban érkeztek arról a területről is filmek, de hát meg kell hozzá csinálni a megfelelő felhajtást, hogy ugye eljusson az emberekhez, hogy ez egy világon egyedülálló játék, amit most már ebben a témában 10 éve játszunk, 2023 tavaszán lesz a világjáték, ami is hát lényegesen nagyobbra szeretni, monumentálisabbra megcsinálni, mert a szakma mögöttünk van, tehát a filmszakma mögöttünk van, tehát az azt jelenti, hogy ők szinte bárki adja a nevét hozzá, hiszen tudja, hogy miről van szó témájában, lebonyolításában, és hogy eddig is, hogy ki mindenki adta a nevét a játékhoz, az Oscar-díjas filmesek, ugye, akiket megszólítottunk a dologgal, vagy akár oktatási intézmények Los Angelesen, New Yorkon keresztül, Indián, illetve a Pekingi Egyetem hallgatói is több alkalommal indultak. A magyar származású Kál Bárdos, a New Yorki Egyetem oktatója a kezdetek óta részese a játék szervezésének. Azt mondja, számára ez a játék Balázs Béla életművének beteljesedését jelenti, aki eltökélten küzdött azon, hogy a film nyelve elterjedjen. A szervezésbe ismét bekapcsolódott a Pécsi Egyetem szekszárdi kara is. Az újkor új kihívásai iránt nyitott karnak, egyetemnek nem csupán feladata, de kötelessége is, hogy közreműködjön ilyen programok megvalósításában. Elsősorban azért, mert ez a program gyönyörűen igazolja, bizonyítja, hogy a fiatalok, az új nemzedék, a digitális kultúrában felnövő tinédzserek rendkívül fogékonyak, egyfelől az új technológia lehetősége irányában, a vizuális történetmesélés nagymestereivé válnak, másfelől fogékonyak a globális problémák irányában is. Ilyen globális probléma, a globális klímaváltozás, azok a környezeti problémák, amelyek hát felülelik a mindennapjainkat. És talán van egy harmadik nagyon fontos elem, amit újabb kutatások egyértelműsítettek az új nemzedékekkel kapcsolatban, az, hogy nem csak a globális problémák irányába fogékonyak, de a lokális, helyi értékek irányában is, tehát tudatos lokálpatrióták, akiknek a helyi kötődése is
nagyon fontos lehet, és erre építenünk is kell. Tehát nagyon jók az alapok, jók a pillérek, el kell indítanunk, folytatnunk kell az ilyen kezdeményezéseket. Nagyon örülök annak, hogy a jövő évben már 10. éve futó filmmaratonnak karunk ad az elmúlt években. Most már folyamatosan elindított hagyomány vagy kezdeményezés nyomán otthont, az idén is. Októberben indul ez a filmmaraton, és a filmmaratonnak nem csupán a környezeti problémák iránti fogékonyságot kell bemutatnia a fiatal nemzedékek esetében, hanem a helyi értékek, a település, az őket befogadó város iránti kötődést is, tehát a lokális és a globális értékek egyaránt megjelennek ezekben az alkotásokban. A jubileumi évben több helyszíne is lesz a játéknak. Magyarországon Győr, Budapest és természetesen Szekszárda biztosan csatlakozó városok. Az utóbbi ez év októberében ad majd helyet a rendezvénynek. Fontos a városnak is, hogy ezt a játékot innen indítottuk el. 2004-ben indítottuk el, egyébként ugye az alapjáték az 2004-ben indult. Októberben egy szekszárdi játékot tervezünk, október közepére, amiben a zsűribe bent lesz az első győztes, ugye a Maier Zoli, aki azóta már 7-szeresen Magyarország a szakma szerint legjobb operatőr címmel is büszkélkedhet. Úgyhogy nekünk is fontos, én úgy gondolom, aki itt él, vagy itt vagyunk így a városban, mindannyian is tudjuk, hogy miről van szó, és hogyha innen meg tudjuk mozgatni a világot és az internet világába, ugye ez annyira nem tűnik bonyolultnak, akkor szerintem marad a központja a tavasz játéknak is, tehát a világjátéknak is az idén mindenféleképpen, illetve 23-ban mindenféleképpen itt marad. A Forgassa Földért szekszárdi fordulójára ebben az esztendőben október 15-16-án kerül majd csaj, melyet megelőz majd egy New York-i bemutató még ugyanebben a hónapban. A 10. éves programra 2023 áprilisában várják a versenyzőket Szekszárdra, minden jelentkezőnek ugyanis itt kell majd versenyfilmjét elkészítenie. Egy ritka szakma rejtelmeibe engedett betekintést Rotler Ádám, aki több mint 30 éve foglalkozik kosárfonással. Azt mondja, szerencsés embernek érzi magát, hiszen tud fonni, és olyan dolgokat tud létrehozni, amit az emberek szívesen vásárolnak meg, mert jó érzéssel fogják meg, és jó érzés rájuk nézni. Egyiket előre hoztam, fonás irányba előrébb van. Így van egy első, meg van egy hátsó szál, fogom a hátsó szálat, avval lefogatom az addigi elsőt, fordítok egyet, és a következő áram fölött leviszem. Rotler Ádám kosárfonó épp a fonás technikáját mutatja, hogy hogyan kell hajlítani a vesszőket ahhoz, hogy szép alapot adjanak a kézműves terméknek. A kosárfonás régen a paraszti kultúrával kapott erőre, a téli, kevésbé dolgos időszakban fonták meg azokat a termékeket, amikre a háztartásban vagy a munkájuk során szükségük volt. Rotler Ádám a 90-es években sajátította el a kézműves termékek készítésének a művészetét, és azóta is szenvedéllyel csinálja. Azért jó, azért szerettem meg ezt a szakmát, mert nagyon gyorsan tud sikerélményt adni. Tanítottam elég sokáig, és 4-5 óra, 6 óra alatt el tud készülni, nem nagyon, nem bevásárlókosság, de egy kosarat meg tud már fonni mindjárt az ember egy ilyen foglalkozásnak az első alkalmával. Úgyhogy, és egyre több mindent szerettem volna megcsinálni, belementem így a hagyományába is, hogy miket szoktak csinálni, és hál' Istennek nagyon jó oktatóim voltak különben. Régen ez a szakma ez olyan volt, hogy vannak ilyen fonóközpontok, és én egy békési fonóközpontnak az igazgatóját kaptam meg tanítónak, mesternek, hát nem én, hanem mi, és hát annak a kis ujjában volt a szakma. Öröm volt nézni, hogy csinálja, hogy nő a kosár. Nem lehetett látni, hogy csinálja, csak az, hogy mit csinál. Kétféleképpen lehet oldani. Hát a rutinosabb, az csak ahol fő kellene jönni a hátsó szálnak, oda rányomom, és ráhajtom, és ott tartom. Mindig utána nyúlok egy kicsit, tehát ahol fő kellene jönni a hátsó szál, de mutatom a másik fajta toldást, elnyomom, csak ezt egy kicsit hozzálásra, hogy alul meg a két fönt van a hegye. Tehát alulról a toldandó szál elé szúrom, és akkor így folytatom. Manapság sajnos egyre inkább elfeledőben van ez a szakma és az általuk készített kézműves termékek. Néhol látni csak a piacokon egy-egy embert, akinek a karján ott lóg egy vesszőből font bevásárlókosár, pedig a régmúltban a mindennapok részét képezték az ilyen használati tárgyak.
Régebben különben mindennapi eszköz volt a kosár. Hát régen olyan dolgokra használtak, ami most már nem létezik, mint például a kukoricafosztás, tehát a gazdasági kosár. Ám fát behordani, ez a két fülű, ilyen kör alakú kosarat képzeljen el, és fát behordani, most már nincs a tűzifa se jó formán, városokban egyértelműen nincs. Tehát akkor a kenyértárolásáról, meg kelengyésláda például, hát a szegény embereknek nem volt, nem tudták tölgyből megcsináltatni a kelengyésládát, fonokból, ülőgarnitúrák, tehát a napi használati eszközök voltak. És ebben is volt egyszerűbb, ilyen póriasabb, meg volt persze ilyen kimondottan cifra. A paraszti világban is, amit említettem már, hogy a komakosár, az volt a legcifrább kosár, mert amit tudott a fonó, amilyen fonás technikákat tudott, meg amilyen anyaga volt, vagy be tudott szerelni, vagy meg tudott csinálni, azt mind belerakta egy ilyen kör alakú kosárba. Tehát azok nagyon cifra kosarak voltak. Hát a veszőben még mékast is fontak, vagy halászatban például, hát onnan is terjedt el a lakóközösségekben, a falukba úgy került be a fonot, hogy halfogó eszközök. Hát a vízparton levágta az ember a veszőket, aztán csinált magának különböző eszközök, halcsapdákat, barsát, bárkát, tehát haltárolóan kifogott hal a tárolására. A használati tárgyakon túl nagyobb volumenű dolgokat is készítettek veszőből. A kerítéseket, azokat még azért az mostani öregek meg ismerik. Vagy magát a házat megfonták, például ilyen patis házaknak hívják ezeket. Megfonták, na nem ilyen vékony veszőkből, nem ilyen a hosszú erős turunk veszőkből, és sárra betapasztották. Láttam, most már újra csinálják ezt a fajtát, mert a föld az jó hőszigetel, és meg nem tűzveszélyes. Az, hogy egy-egy adott tárgy éppen milyen mintával és formával készül el, az a kosárfonó fantáziájára és kézügyességére volt bízva. Mindenki próbál hozzátenni, hogy formába, anyagban nem igen lehet, habár arra egy kicsit büszke vagyok, hogy ezt a héjas veszőből font kosarakat, először én vittem fel a mesterségek ünnepére, annak lehet egy 30 éve, körülbelül 28 éve. És abból mindenfélét formáztam. A zöldáru úgy hívták, a héjas veszőbe font kosarat, hogy a zöldáru az csak a gazdasági kosár. Pici, nagy, vagy karonkosár, amivel kivitték a kaját a pásztor, vagy a földeken dolgozóknak. Ezek mind héjasból készültek. Én meg a finom munkákat is a héjasból szoktam, ilyen rusztikusabb. Ádám több mint 30 éve fonja a kosarakat, és azt mondja, azért is jó ez a szakma, mert nagyon kicsi az eszközigénye. Hogy az embernek van egy késem már, tud el a kosarat fonni, de azért nem árt, hogyha van egy meciolója, meg egy ár például. Vannak el, hát meg azért, hogyha nagyobb kosarat, már ilyen verővas, ez például azért, hogyha régebben bútort is fontam, és a botanyagot, tehát ami megadja a lábát, az asztalnak, vagy a széknek a lábát, belefűztem, mert egyenes vesző nincs, mert tudtam mindig kiegyengetni, azért van végén ez a karik. Tehát ennyi az eszközigénye. A fűz igen kedvező tulajdonságai miatt, hogy jól megmunkálható, hajlítható, vágható, nagy szilárdságú, könnyű, tartós és esztétikus, a kosárfonás alapanyagává lett. A fűz beszerzését a házi műhelyekben a hántás követi, ami a legegyszerűbb, legolcsóbb és legkönnyebb módja a vesző tisztításának. Ahhoz, hogy a héj könnyen lehántható legyen, a levágott veszőt vízbe kell tenni. Az áztatás után fokozatosan szárítják, majd a száradás után jön az osztályozás hosszúságuk és minőségük szerint. Amikor mindez megvan, jöhet a használati tárgyá formázásuk. A magyar Continental Singers ez évi nyári turnéjának egyik állomása volt Szekszárd. Az együttes majd 4 évtizede működik Magyarországon, és teremtett új stílust az egyházi könnyűzene területén. A szekszárdi református templom adott otthont a Continental Singers koncertjének.
Az együttes 19 stúdióalbumot adott ki, 82 turnét szervezett, 700-nál is több fiatalra gyakorolt hatást csoportjaiban, és több mint 1300 koncertje alatt közel 300 ezer ember életét érintette meg. Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok egy új generációt képviselnek, és a Continental Singers ebben nagyon nagy segítséget tud nyújtani, ha egy modernizálásról lehet beszélni. Ahogy a zene is fejlődik, évről évre új stílusoknak a válfajai megjelennek. Én azt gondolom, hogy a Continental Singers nagyon össze tudja fogni a fiatalokat is. Most már el tudjuk azt mondani, hogy egy jó pár éve a korhatáraink el lettek törölve. Eddig 35 év volt a korhatár, most már kortalan. Jó magam is 40-es korba lépve vállaltam újra az egész turnét. Velem együtt nagyon régi kontinentálosok vállalták, és vegyesen vagyunk fiatalokkal, tinikkel, akiknek jó példát mutatva tudjuk bemutatni, hogy ami régen működött, az ma is működik, de teljesen új köntösbe ültetve, és a zenének a nyelvén én azt gondolom, hogy akár az 1800-as évekről beszélünk, akár most 2000-es évekről, a zene az mindig megszólította az embereket, az valahogy mindig a figyelmet oda vonzotta, legyen az bármennyi, bármekkora tömeg. A Continentals egy nemzetközi keresztény előadó művészeti szolgálat, melynek legnagyobb célja, hogy a különböző művészeti eszközök felhasználásával a Biblia örömhírét közvetítse. Az ötlet az Egyesült Államokban 1967-ben született meg. A formabontó, stílusindító zenebátorsága csodaként járta be az államokat, meghatározó hatást gyakorolva a keresztény könnyű zenére. Hamarosan Európában is hódítani kezdett, és elérte Magyarországot is. Körülbelül olyan 80-as évek közepén érkezett meg Magyarországra, akkor jubiláta néven, és az 1990-es rendszerváltás óta létezik, mint Magyar Continental Singers, és azóta immár 37 éve töretlenül elsőnek élőzenekaros Continental turnék voltak, most inkább a fél playbackes, ugye a zene az előre feljátszott, az ének az élő maradt, viszont 11 éve újra van élőzenekaros Continental bandje a Magyar Continental Singersnek. Ez egy évközbeni csapat, akik Miskolc és környékét, de voltunk már Békés Csabán, voltunk már igen nagyon messze Miskolctól, és az ország több pontjáról fogjuk össze a fiatalokat. A Magyar Continentals felekezetektől független missziós szervezet. Nem tartozik egyetlen keresztény egyházhoz sem. Jelenleg Hollandiában van a Continentalnak a központja, onnan mindig kapunk új dalokat, de nagyon szeretjük vegyíteni a már régebben elhangzott dalokkal, és így ezen a mai estén is újak és régiek össze vannak, mondhatnám így gyúrva, készítve a közönség számára. Vannak nagyon ismert dalok, amik keresztény berkeken belül már sokan énekelnek. Volt egy 90-es években megíródott dal, ami ugye a végidőkről szólt, a Biblia is ír ugye a végidőkről, és a mai repertoárunkban is, az idei repertoárban is ezt beletette a vezetőnk, és pontosan arról szól, hogy a jelek láthatók, csak állj meg és nézz. Gyűlölet mindenhol, szinte mindenki fél. Szerintem ezt a világban most mindenki érzi, hogy valahogy más időszakot kezdtünk el élni, és ezt a Continental a dalain keresztül üzeni az embereknek, hogy fel kell ébredni. Amikor meghallom a hangját,
Augusztus 29-én ünnepli Szekszárd a Városnapját. A megelőző hétvégére színes programot szervez a Babics Kulturális Központ, melyben éjszakai kalandtúra, főzőverseny és szórakoztató programok is helyet kaptak. Berlinger Attila igazgató azt mondta, elsősorban a helyi csoportoknak kívántak bemutatkozási lehetőséget biztosítani. 1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselőtestület Szekszárdon. Erre az eseményre emlékezve szerveződik a Városnapja, mely részben ünnepi testületi ülés keretében emlékezik meg a jeles eseményről, valamint az évfordulóhoz legközelebb eső hétvégén kulturális, szórakoztató programsorozat veszi kezdetét. Berlinger Attila, a szervező, Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, idén olyan elemek is bekerülnek a tervezetbe, melyek elsősorban a közösség erősítését szolgálják. Idén is követjük ezt a hagyományt. 27-én szombaton este veszi kezdetét a program. Egy nagyon érdekes kalandtúrán vehetnek részt azok a kisebb csapatok. 2 és 6 fős csapatok jelentkezését várjuk, már örömünkre érkeztek is szép számmal jelentkezők, akik az ókeresztény szarkofág egy rejtélyét kell majd megfejtsék. Nem kívánok többet elárulni erről, hiszen egy igazi Sherlock Holmes-i kalandtúrán vehetnek részt fiatalabbak, idősebbek családok, akik kicsit a város történetével éjszaka egy zseblámpás kalandtúra keretében végezhetik el ezeket a feladatokat. A jelentkezők az éjszakába nyúlóan követhetik a nyomokat, hiszen 22 órakor indul a különleges nyomozás. Ezt követően egy kicsit más műfaj, de megint csak a vidámság és a közösségi együttlét miatt egy retro diszkót is fogunk tartani a Vármegyháza udvarán, az pedig egy éjszakai program lesz ugye szombaton. Vasárnap nagyon sok olyan szekszárdi fellépővel találkozhatunk, akikkel más alkalommal is, természetesen a Bartina, a Tücsök zenés színpad és sok kiváló produkció erről napról se hiányozhat, de itt is fontos szerepet tulajdonítottunk a város ismereti vetélkedőknek, sétáknak, kiváló partnerünkkel be a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, melynek a tagjai mind délelőtt, mind délután vállalták, hogy a város története iránt érdeklődőknek tartanak egy-egy nagyon kis érdekes várostörténeti túrát. Voltak idők Szekszárd életében, amikor a Béla király tér megtelt finomabbnál finomabb illatokkal, akkor a Szent László nap kapcsán ültek asztalok mellé a különböző társaságok. A kezdeményezés elhalt, de az igény megmaradt. Idén május 1-én a Majális keretében itt a Babics Kulturális Központ melletti füves területen már nagyon sokan jelentkeztek, civil egyesületek, baráti társaságok, hogy örömmel összejönnek, nem egy verseny keretében, hanem mindenki a kedvenc receptjét bemutatva, bográcsételeket főz és jó hangulatba egymással beszélgetve eltölt néhány órát. Ezt a Városnapjára újra meghirdettük, közösségi főzés címszóval, és hát legnagyobb örömünkre már 250 fölött jár az a létszám, amely ugye hát 6, 10, 15, 20 fős csapatokat jelent. Ehhez mi megpróbáljuk az infrastruktúrát biztosítani, de értelemszerűen ezek díjtalan és ingyenes rendezvények. Ez az egész hétvégére jellemző, kivéve a kalandtúrára és a diszkóra, ott egy kisebb hozzájárulást kérünk azért, mivel hát eléggé olyan anyag- és költségigényes produkciók vannak, amelyekhez azért kell egy kis bevétel, de alapvetően az egész vasárnapi program az ingyenes. Prométheus Parkba ugrálóvár, játékok, közösségi, ügyességi fajátékok is várják a családokat, a gyerekeket, ezek is mind ingyenesek lesznek, és az esti programokban pedig ajánlom még, kora esti programokba a Babics mellett a latinos táncokat, zenéket szeretőknek, többféle kubai szalza bemutató, több kiváló szekszárdi formáció segíti ebbe a táncos lábúakat, mint tánctanítás is zajlik, mind ugye közösségi tánc, bachata, szalza és egyéb más kiváló latinos ritmusok kedvelőinek. Augusztus 29-én ünnepi testületi ülésre kerül majd sor, melynek keretében átadja a város vezetése az idei esztendő díjazottjainak kitüntetéseiket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!